Hadd mutassam be ugye a mai vendégünket, akinek a kedvéért önök elsősorban idejöttek, Sebő Ferencet, aki énekes és hangszeres előadó művész, zeneszerző, népzenekutató, eredeti szakmáját tekintve egyébként építészmérnök. Azt hiszem, hogy minden rangos díjat megkapott, amit Magyarországon megkaphat egy művész, ez a Kossuth díj és a Nemzetművésze díj, és azt hiszem, hogy a legtöbb ember úgy ismeri őt, mint a táncház mozgalomnak az egyik elindítóját. Nagyon rangos a beszélgető társa is Sebő Ferencnek, a nemrégen Magyar Érdemrend Lovagkereszttel kitüntetett névzenekutató Sipos János, akadémikus, aki szintén a művészetelméleti tagozatunknak a tagja. Jó, szép estét kívánok önöknek, és akkor még arra is felhívom a figyelmüket, hogy már jövő héten, tehát mához egy hét múlva lesz a következő ilyen pódiumbeszélgetés, akkor Csernyus Lőrinc akadémikus úr fog beszélgetni Bata Tibor építésszel, és utána lesz még két nagyon érdekes pódiumbeszélgetésünk Haris László fotoművésszel, illetve Dubrovai László zeneszerzővel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sebő Ferencet tényleg nem kell bemutatni, mindenki ismeri Magyarország szerte, sőt világszerte is eléggé híres embernek számít. Amit egyébként rendkívül szerény, amilyen nagy tudású és amennyire előremutató pályát jár be, annyira szerény is. Emőke elmondta tulajdonképpen a részben az érdemeit, a szakmáit, tehát ő egy Kossuth díjjal kitüntetett énekes, gitáros, tekerő, lantművész, de hát ennél ő sokkal több dalszerző, népzenei gyűjtő, ezekről mind röviden beszélni fogunk. Az, hogy építészmérnök, és hogy elvégezte a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemet, ahol tudományos kutatást is végzett, a táncház mozgalomnak egy, hát nem csak ikonikus figurája, de valóban ő az, aki ebben a táncház mozgalomban, mint egy, hát talán vicces ezt így kifejezni, mert fiatalkor ellenére egy bizonyos atyai eligazítással élt, a forrófejű, nem feltétlenül kitekintéssel bíró ifjakra, mint egyébként, amilyen én is voltam akkor hegedűsként. Noha ismerjük, valóban sokat tudunk róla, mégis szeretném, ha lenne mód arra, hogy a gyerekkoráról, a zenével való megismerkedéséről, a zenével kapcsolatos tervei, a zenével kapcsolatos elképzeléseiről, és sok minden másról még lenne néhány szó. Feri, legelőször szeretném, hogyha a kezdetekről beszélnél, Szekszárd, Fehérvár, szülői ház, mit hoztál onnan? Igen, de mégis egy tiszteletkörrel tartozom. Nem akármilyen emberrel ülök én itt. Azért a Janóról illik tudni, hogy jelen időben ő az egyetlen olyan néprajzos, aki tényleg gyűjt és aktívan működik. Mi mindannyian múlt időben beszélünk a néprajzosokról, Bartók, Kodály Lajta és halott emberekről, de a Janó most is gyűjt, és az egész fél Ázsiát bebarangolta, és én izgatottan lesem az eredményeit, mert nagyon gyümölcsöző könyvei szépen egymás után jönnek, úgyhogy nekem a nagy megtiszteltetés, hogy velem beszélget. De ezzel már be is mutatkozott, azt hiszem, Feri, Hát ezeket a tényeket ismerni kell. Hát most a személyes történetet azt tényleg röviden lehet zárni, mert ezek veszélyes dolgok. Egyszer egy nagy vita alkalmával Szigeti Kacsi barátommal beszélgettünk hajnalban, nem voltunk szomjasak. És ő azt mondta, hogy engem a néptánc nem érdekel, csak az, ami eszembe jut róla. És akkor én azt mondta, hogy Karcsi, biztos, hogy olyan érdekes vagy? Hát ez most rám is vonatkozik. Nem biztos, hogy ezek olyan érdekes dolgok. Az már kisfiúként látszott rajtam, hogy én izgága, minden iránt érdeklődő vagyok. Szegény nagyanyámnak hullott is a haja miattam, hogy mi lesz ebből a gyerekből. Ide-oda kaptam, minden érdekelt. És mindjárt az elején azzal kezdődött, hogy még az iskola előtt beadtak engem egy tánciskolába. Ez egy balett oktatás volt, Fehérváron ilyen vidéki körülmények között, a Turzó Sári néni tánciskolájába, ahol balettosokat képeztek.
De a szüleimnek az volt az elképzelése, hogy hát mozogjon ez a gyerek valahol, hát más lehetőség nem volt, és ott az előképzőben, az első évben valóban ilyen torna gyakorlatokat csináltunk, és népi játékokat például. És hát amilyen hamar lehetett, a zeneiskolába is beirattak a szüleim, ott is egy előképzővel kezdődött ugye az akkori rendszer szerint, ami tulajdonképpen szolfés alapvető dolgok voltak, és utána lehetett hangszert kezdeni. Én akkor a zongorát kezdtem el, ezt így is kellett, azt hiszem ez volt a kötelező, és akkor amellé lehetett később választani másik hangszert, és aztán én választottam, és az a cselló lett. A cselló tanárom Wilhelm Ferenc volt, aki Fehérváron járt fel ide Budapestről, volt a rádiózenekarnak az első csellistája, egy igen kitűnő ember. Az ő fia a Wilhelm András, aki most zenetudós és a modern zene szakértője. Hát mi aztán később együtt rosszalkottunk, mint kisgyerekek, bandáztunk, indián csapatot alakítottunk, mindenfélét. Úgyhogy egy nagyon érdekes hely volt az a Fehérvár, mint kisváros, nekem legkellemesebb emlékeim vannak róla. A zeneiskola is, mihelyt egy picit már megtanultam muzsikálni, olyan hely lett, ahol nagyon jól el lehet szórakozni, mert akkor már kamaráztunk, mindenféle darabokat megtanultunk, lehetett szerepelni. Úgyhogy az egy nagyon, nagyon jó kis fészek volt. A gimnáziumban is már a csellót tudtam használni, mert a Szűcs Gergely tanár úr, amikor bejelentkeztem nála, azt kérdezte, játszok-e valami hangszert, mondta, igen, cselló, remek, azt mondja, te leszel a bőgös. Mondom, nem bőgöt, mondtam, csellót, az egy másik hangszer. Nem gond, egy délután alatt át tudsz állni arra. És ugye a gyerek milyen, hogy nem problémáztam rajta, és valóban két nap múlva én bőgöztem. Az apámék nagyon rajta voltak, hogy én tanuljak nyelveket. Ez akkor nem volt egyszerű dolog, mert nem lehetett gyakorlatilag külföldre utazni. És hát az első lehetőség, amikor az NDK-ban már át lehetett menni, lehetett kapni vízumot, én szerintem az első vízumot az apám nekem szerezte meg Magyarországon. Úgyhogy bekerültem egy rezdai családba, amit olyan volt, hogy azt mindenkinek kívánom neked is, Janó, hogy majd gyerekkorodban egy ilyen helyen legyél egyszer. A nagymama a zongoraművésznő volt, vele négykezes estünk, mindenféle Beethoven szimfóniákat játszottunk. A papa az meg egy Mozart rajongó volt, akinek az összes Mozart lemeze meg volt, összes Mozart mű, 78-as fordulatszámú lemezeken, ez egy hatalmas nagy szekrény volt. A három fiú közül az én barátom az gitározott, német népdalokat játszott. A másik fiú, az Andreas, az hallgatta a Luxemburgot, és koppintotta le a Beatles számokat, meg az összes akkori rockzenéket, ami abszolút tilos volt ott. Följelentették egymást az emberek. A legkisebbik fiú pedig hegedült, azzal pedig szintén ilyen kamarazenéket játszottunk. Úgyhogy belecsöppentem én a jóba rendesen, és akkor megtanultam gitározni, ami nagyon szépen átsegített a nyelvi nehézségeken. Mert ugye, hát én tanultam németül, de az felejtős, amit az ember ilyen órákon tanul. Oda becsöppentem, ott senkivel más nyelven nem lehetett beszélni, csak németül. Hát föl kellett kötni a gatyát. De remek volt ez az alkalom, hogy a Freimuttal leültünk, és dalokat megtanultunk, és esténként a kis család, aki egy rendes nagypolgári család volt, vacsora után, nagyfiúk, mit csináltatok, mit tanultatok, és eljátszottok, így kis koncertet tartottunk nekik. És azt láttam, hogy ezek a dalok milyen jól átsegítik az embert a nehézségeken, a kommunikációs nehézségeken is, meg hát egyáltalán ott megtalálni a helyemet ebbe a családba. Úgyhogy én azonnal megtanultam ott villámgyorsan egy csomó akkordot, meg én összegyakoroltunk énekeket, és aztán én kaptam ott ajándékba egy gitárt, és úgyhogy ezzel kezdődött, nem a magyar népzenével egyáltalán. Aztán, mivel hogy tudtam gitározni, előbb-utóbb az iskolába, tehát a gimnáziumban is már, aztán később az egyetemen, ilyen népszórakoztató féle lettem. Tehát, na Feri, játszd el a Nonolettát, ami akkor éppen sláger volt, azt nekem el kellett tudni játszani. És hát ezt imádták az osztálytársaim. Mi még olyan emberek voltunk, hogy énekeltünk. Ha kellett, ha nem. Tehát kirándulásokon, mindenfelé. És ebből úgy beleillett ez a gitár, nagyon szerették a lányok. És akkor az egyetemen is ez folytatódott, és a Halmos Bélával itt találkoztam össze, hogy hát ő is gitározott, és akkor csináljuk ketten, és akkor ketten csináltuk. Aztán amikor beköltöztem a kollégiumba, akkor egy szobába kerültünk, és akkor aztán nagyon sok alkalmunk volt eszmecserére, meg gyakorlásokra. És hát ez volt az a szituáció, az volt az alaphelyzet, hogy elkerültünk aztán egy olyan termelési gyakorlatra, ahol rettenetesen megszégyenültünk, mert
szembesültünk azzal a ténnyel, hogy mi magyar népdalokat nem tudunk játszani. Volt egy barátom, Lantos Iván, aki szintén zenész volt, a Kolinda együttesnek az egyik alapító tagja, aki akkor a Néprajzi Múzeumban dolgozott, és őt megkértem, hogy Iván, hozzál egy kis népdalt onnan, hát ott gyűjtik, ott van. Jött az Iván vissza, hogy gyerekek, hát azt kérdezték tőlem, hogy minek az nekem, mert nincs is hozzá végzettségem. Hát innen indultunk. Még visszatérve, mielőtt elmegyünk a népdalok felé, emlékszem, hogy abban az időben az énekelt versek, hát vers megzenésítésnek is nevezik, de te ezt nem szereted, jól tudom, énekelt versekből. Hallgassuk meg egyet, és szeretném, ha arról is egy kicsit beszélnél. Tedd a kezed homlokomra, mintha kezed kezem volna. Tedd a kezed homlokomra, mintha kezed kezem volna. Úgy őriz, mint ki gyilkolna, mintha éltem, élted volna. Úgy őriz, mint ki gyilkolna, mintha éltem, élted volna. Úgy szeress, mintha jó volna, mintha szívem, szíved volna. Szeress, mintha jó volna, mintha szívem, szíved volna. Azért volt egy orgonapont, mint a Béla énekelt ott alul, egy tartott hang. Középkornak ez a vezéreszméje. És akkor a Mártika pedig szépen bedobta a kis kvint párhuzamokat, ezt-azt, ami hát a 11.-12. században az európai többszólamúság kezdetének az időszakát találtam akkor föl. Még akkor nem tudtam, csak amikor a zenetudományi szakra kezdtem járni, és Emőke mellett ültem a padban, mert mi osztálytársak voltunk. Hát ott hallottam először ilyen zenéket. No, jé, ez pont olyan, amit én is kitaláltam. Úgyhogy, ahogy az embrió végigcsinálja az egész törzsfejlődést az anyamékben, hát úgy látszik, én a zenében ezt még kellett csináljam. És a régi zenéhez jutottam el, és a népzenében nagyon-nagyon sokat lehet a régi zenéről tanulni. Ez egy nagy tanulság különben a historikus zenészek számára, és akik ezt nem kellőképpen használják ki egyelőre. Úgyhogy belecsúsztam ebbe, és ezeket a megzenésítéseket is nekem az nagyon szépen korrigálta az itt szerzett tudomány. Erre még talán visszatérünk, de akkor egy pillanatra, hogyha kedvem van, beszéljük a táncázról, mert azt nagyon sokan veled kötik össze, természetesen sok atya volt a táncáz, meg anyja. Azt szeretném, hogyha akár amikor a 73-tól a Bartók Béla Tánc Együttes zenei vezetője lettél, arról az időszakról mondanál egy-két szót, és a táncáz kezdetéről sokszor elmondtad, de mégis. A mi szerepünk az volt, meg az enyém is, hogy mi megtanultuk ezt a széki zenét játszani, ami akkor nem volt divat, nem volt elképzelhető sem. Tehát maguk a szakemberek is úgy gondolták, hogy hát ez egy olyan dolog, amit el kell könyvelni a múzeum rovatba, összegyűjtjük, fölvesszük, lekottázzuk. Már a Lajtát is hülyének nézték, hogy partitúrákba leírta a széki zenét, hogy az meg minek. És hát ezt mi nem tudtuk ezeket a dolgokat, mert tudtuk volna, hogy nyilván mi is tisztában vagyunk, hogy ezt nem lehet megtanulni, és akkor rendben van, akkor el van intézve. De mi nem tudtuk ezt a dolgot, ezért jó, az ember a szakmában nincs benne. És játszva megtanultuk, mert tetszett nekünk. És egy ilyen alkalommal, amikor már muzsikáltuk a széki zenét, egy kis alacsony emberke odajött hozzánk, bemutatkozott, és azt mondta, hogy Bárdos Lajos vagyok,
mondják fiatal emberek, hogy tudták ezt megtanulni? Nem hittük el a Lajtának, hogy ez lehetséges. És ez az egyetlen mondat, ami nekem arra utal, hogy a Lajta mégiscsak gondolt arra, hogy ezt el kéne játszani valakinek. Ennyi munkát nem öl bele az ember egy ilyen anyagba, hogyha nincs vele valamilyen elképzelése. És a további történet az arról szól, hogy mi ezt a zenét játszottuk, és annyira érdekes volt, nem csak nekünk, hanem mások számára is a környezetünkben, hogy egyre több fiatal zenész csapódott mögénk, hogy hú, ezt mi is meg akarjuk tanulni. Tehát mi nem elhatároztuk ezt, hogy most be fogjuk vezetni, ahogy most el lehetne ezt mesélni, hanem egyszerűen csak játszottunk vele, és másoknak is megtetszett, és egyre többünknek tetszett ez a dolog. És amikor a biharisok kitalálták, hogy kéne egy ilyen összejövetel csinálni, ahol a profi táncosok egy klubba összejönnek, és nem szimpai módon, hanem társastánszerűen táncolják a táncokat, ez lett a táncház, ugye, akkor nekünk szóltak, mert mi tudtuk játszani a zenét. Az első táncházakban remekül ment a dolog, csak az derült ki, hogy mi tudtuk a zenét, de ők még nem tudták a táncot. Tehát a szándék az kitűnő volt, de hát tánc nélkül nem megy. És akkor mindjárt rögtön viták kezdődtek, hogy ezt hogy kéne tovább csinálni, meg minden, mert az érdeklődés nagyon nagy volt, az utcáról mindenki be akart jönni, és ez, hát mi ez a buli, hát ott akartak lenni. És akkor leültünk Martin Györggyel tanakodni, aki akkor már a mentorunk volt, mert hozzájártunk anyagért, meg tanácsokért, ezért. Ami nagy szerencsénk, már úgy a generációmnak a nagy szerencséje az volt, hogy ezek a kutatások már ilyen állapotban voltak akkor, tehát készen tudták adni nekünk az anyagot, meg a tanulságokat, és hogy még a népművészek éltek. 40-es, 50-es emberekről mentünk el gyűjteni. Úgyhogy mi belecsusszantunk ebbe az időutazásba. Úgyhogy Martin Györgyhöz mentünk először anyagért, mutattunk neki, hogy mit tudunk, és akkor adott szalagokat, felvételeket. Rögtön a lelkünkre kötött két dolgot. Az egyik, ha már nem tudjátok megtanulni, legalább ne toljátok el. Ez volt az egyik, mert a feldolgozások divatját éltük akkor. Nem tudom megtanulni ezt a nyelvet, de írok rajta egy drámát. A másik pedig, hogy tanuljátok meg rendesen, mert nem fogjátok élvezni. Hát ezt szerintem egy sakkmester is elmondaná a dövendékének, hogy vagy megtanulja rendesen, vagy akkor kár vele babrálni. Úgyhogy azt mondta nekünk Martin, hogy most akkor jó, beleszerettetek, szeretnétek csinálni, próbáljátok, le kell menni azonnal Erdélybe. Ehhez, és megadta a címeket, hogy melyik zenészekhez. Tehát mi nem hátizsákkal kószáltunk Erdélybe, hanem címekre mentünk, és hát ott döbbentünk rá arra, hogy hát igen, hogy miért nem szól az úgy, ahogy mi játsszuk a kottából. Még a felvétel után se tudtuk, hogy mitől szól az úgy, hát az a hangzás hogy van. És akkor aztán rájöttünk, hogy hát attól, hogy ezek egy 18. századi technikával hegedülnek. Tehát időutazásba kerültünk. Ezek úgy hegedülnek, ahogy a Paganini előtt mindenki hegedült. Még a hangszernek a tartását is át kellett értelmezni, mert ugye a Paganini óta ugye fel akarják szabadítani a balkezet, és ezért bepréselik a hegedűt az áll alá, hogy az fixen álljon, és akkor a kéz szabadon tud mozogni, fekvéseket váltani. A régi technikában pedig markolófogással neki támasztották a mellnek a hangszert, és a vonónak a síkjára, ami így működött, fordították rá a hangszert. Úgy választották ki a húrokat. Nem pedig a vonóval. Ugye? És ez azért volt döntően különböző, mert a vonóval nagyon nehéz munka van. Tehát azok a 16 odolások, amivel Bach zenéje is tele van, azokat egy ilyen ejtegetett vonóval kell csinálni, azt nem lehet így emelgetett karral, mert az ember 10 perc után görcsöt kap. Úgyhogy mikor mi kevertük a dolgot, Ádám István, az Icsán, az a széki híres zenész, amikor először ott voltunk, és megmutattuk neki a tudományunkat, nézte, és akkor kérdezték, hogy mit szól hozzá a mester? Hát azt mondja, így nem bírnának 3 napig muzsikálni. Úgyhogy feltörtük valahogy a diót, és megnyílt az út az egész 18. századból eredeztethető ilyen erdélyi muzsikának a megfejtéséhez. Újabb és újabb területek jöttek elő a mezőségében, nem csak a széki, hanem a palatkai. Aztán persze jó bandákhoz mentünk, akik még ma is némelyik meg egzisztál.
nekem rögtön világosá lett, hogy itt nem csak a táncház nyerte ez nagyot, hogy most zenekarok vannak és lehet rá táncolni, hanem a zenetörténet is. Mert olyan adatok birtokába jutottunk, amik leírva nem voltak soha. Mert ezeket, amit úgy is tudunk, azt nem szokták leírni általában. Hát ki írja le a vicceket? Hát azokat nem ír, azokat csak tudjuk, mesélgetjük. Hát az a népzenei hagyomány is olyan, hogy egy csomó teljesen evidens dolgot egy közösség még használt, működik náluk, és odaálltunk eléjük, és álmulattal néztük, hogy mit csinálnak, egy gyorsan igyekeztünk megtanulni. Feri, egy videót nézzük meg a Fővárosi Művelődési Házbeli táncházból. Ez a körtelen már le van bontva azóta. Ferinek a számtalan aktivitását nem lehet bemutatni, és sajnos pont a Pannon Freskóra muszáj időt szakítanunk, úgyhogy egy dologra térnék még ki, tudományos munkásságról néhány szót, ha gondolod. Hát igen, Martinnak aztán az volt az ötlete, hogy minket behálóz, és hát jó, adtam én nektek felvételeket, de ha lementek oda, és ti is csináltok felvételt, azt viszont kérem vissza a Zenetudományi Intézetbe. Tehát ilyen Bartell egyezményt kötöttünk, és ezt el is kezdtük komolyan csinálni, úgyhogy elindult aztán a mi generációnknak is a gyűjtése, mert ezt a mi példánkat követték a többiek is, és mindenki nekifogott, és egy olyan nagy gyűjtési akció indult el, amit megduplázta az eddigi gyűjtéseket. Egy idő után én beiratkoztam a zenetudományi szakra, mert arra gondoltam, hogy fel kéne gyorsítani a dolgot, mert így privát időben nagyon nehezen ment, akkor már nekem három gyerekem volt, szóval nagyon nehezen értünk, munkám semmi. De hát mégiscsak sokkal jobb állapot, ha az állam pénzén oda hozzák nekem legjobb szakembereket. Annál jobb, akikkel találkozni se tudnék, hogyha privát szerettem volna. Úgyhogy nekünk nagyon kitűnő tanáraink voltak, az utolsó nagy bölények még abból a szakmából. És végiggyúrtam szépen nappalin az 5 évet, és akkor már evidens volt, hogy hát ezzel fogok foglalkozni, és az egyik tanárom, a Kovács Samu, bevont engem az akkori Bartók kiadás munkatársának, és azt most nem hoztam el, ezt a könyvet, ez egy ilyen vastag könyv, a magyar népdalok, amit már 90 éve nem képes a magyar állam kiadni. A első-második kötetét mi kiadtuk, már csak 80 hátra. És akkor így belekerültem így a tudományos munkába, a rendezésbe, kritikai kiadás, stb. És utána aztán már csak az eredményeket próbálom itt mutatni. Egy-kettőt elhoztam magammal. Van egy ilyen könyv, hogy a táncház sajtója. A Hagyományok Házába kiadtuk a táncházzal kapcsolatos összes dokumentumot, amit össze lehetett szedni. Írott dokumentumokat. Nem csak sajtó van benne van az Acél György levele is, meg mindenféle érdekesség. Vikár Béla népzenei gyűjteménye, és ennek a teljes anyagát én akkor a Bartók könyv miatt összeszedtem, ebbe 15 évi munkám van. Ez egy fantasztikus gyűjtemény volt, kb. 8000 tételből állt, és a világháború előtt, tehát 896-tól 10-ig zajlott, és a teljes magyaros területről fantasztikus anyagok vannak benne, fonográffal és gyorsírással. Most is egy olyan munkán dolgozom, ami a magyar népdal típusoknak a katalógusa, amit Dobszai László, a tanárunk kezdett el megcsinálni. 3 kötetbe gondolta el, az első kötetbe megcsinálták azokat a népdal típusokat, amelyek mindig kimaradtak eddig a szórásból. Tehát nem voltak pentaton ereszkedő kvintváltók, nem lehetett kimutatni az ázsiai kapcsolatokat, stb. Csak az 2000 meg 3000 éves európai kapcsolatokat, mint a sirató stílusban, meg a szalmodizáló stílusban például. Tehát az egy nagyon úttörő munka lett, egy katalógus. Az, amire 200 évre várunk.
Mert azt mondta nekem a Csorba János bácsi, az a széki ember, akinek két eleméje volt, hogy Ferikém, olyan sokat hallok erről a Bartókról, hogy az mennyit gyűjtött. Ki látta azt? Hát nem bozak neki doktori címei, de azért jól látta a helyzetet. Úgyhogy az összefoglalása az egész gyűjtésnek, mert nagyon szépen ment a gyűjtés, valóban 180 ezer leírt támlat van csak a régi stílusból. Ugyanennyi van az újból. Tele van egy szoba vele. De hát ezt csak mi kb. 6-an vagy 7-en tudjuk kezelni, mert tudjuk, hogy van a rendszere, stb. De ha egy tanítónő az iskolába szeretne egy variánsot megkeresni, vagy betanítani a zenekarnak, vagy akármilyen helyzetben, akkor nincs hova nyúljon. Úgyhogy ez a katalógus, ez egy döntő dolog, mert ez részletesen beszámol az egyes típusoknak az életéről, az elterjedéséről, hogy hol lehet megtalálni, hangzóanyag van hozzá. Itt benne vagyunk akkor ebben az utolsó témában, ez a Pannon Fresco egy színházi előadás volt az Állami Együttesben, táncelőadás. A most felhangzó zenének az ihletője egy antik freskó, azért Pannon Fresco neve, amit 94-96 között a Komárom szőny területén a római kori Pannonia provincia Brigéció nevű városában került elő. A beomlott falképet Borhi László régész professzor és munkatársai tárták fel. A feltárási technika fejlődése lehetővé tette, hogy a beomlott boltozatot, egy törmelékhalmazt centiről centire föld szedjenek, beszámozzanak, és mint egy puzzle-t összerakják. Ez a freskó nem csak egyszerűen egy ilyen dísz volt, hanem ez egy mennyezeti boltozat volt, amely a négy évszakot szimbolizálta. Itt látjuk ezt a dolgot, középen egy Androméda ábrázolással, és a négy sarokba egy-egy fej, a tavasz, nyár, ősz, télnek a szimbóluma. Ezt közelről lehet csak látni, majd mutatok egy olyan képet is, ahol a bizonyos attribútumok ott vannak, az ősznél például egy szőlőfürt. Így néz ki ez az Androméda ábrázolás, egy homokágyban van berakva a Klapka múzeumban, aki arra jár, okvetlen nézze meg. Ilyen lehetett ez a szóba, ez egy számítógépes rekonstrukció, egy donga boltozat, de aztán Borhi László erről egy fantasztikus tanulmányt írt, utána kutatott a témának, és kiderült, hogy ez a boltozat, ez tulajdonképpen egy egyszerűsített formája a kupolának, ami a rómaiak és a görögök számára is a világ mindenségnek a szimbóluma volt. Na most hát a négy évszak ábrázolása, amellett, hogy az égi és földi szférára utalt, az örök idő periódikus múlásának, a keletkezésnek és elmúlásnak a gondolatát is kifejezte. A négy évszak változását az élet négy szakaszával, a csecsemőkor, ifjúkor, érettkor, öregség állították párhuzamba, így ezekhez az ábrázolásokhoz a periódikus megújulás az évről évre körforgás szerint történő újjászületés gondolatköre is társítható. Hát ez volt, ami engem felizgatott ebben a dologban, és arra gondoltam, hogy ebben a tánzenében, tehát ezt tesszük mondani valóvá történetté, a történet beköszöntő darabja a tavaszi újongás címet viselte, és itt úgy elárulom, hogy az eszközök még a Balassi által is használt kedvenc reneszánsz dallamtípus metruma, a palkó nótája, a kortárs költő Vörös Sándor versrajt is képes magasba repíteni, mert a vörös versét fogjuk hallgatni egy olyan versformára, amit Balassi használt, mert a vörös is egy nagy kópé volt, de mindent használt ezekben a régi formákban, amit csak lehetett. Úgyhogy itt most az ókortól Vörös Sándorig megy a történet, és hát az ember fölismer benne egy-két magyar népdalt, az nem a véletlen műve. Nincs időnk már véghallgatni sajnos, még egyet ezt szeretnék megmutatni. Egy Horácius versről van megint szó. Átugrottunk egy dolgot, de mindenképpen itt a beteljesedő szerelem utáni vágyakozásról van szó, és a Szaffó vers formáról,
ami ugye egy görög költőnőről kapta a nevét. Az ókoriak szemében az a szerelem költője volt mindenképpen a témájában is. A pogány ének aszimmetrikus szafói metroma párosütemű kegyes szövegű templomi zsoltára alakult a keresztény használatban. Tehát kisimultak ezek az aszimmetriák, és rengeteg ilyen dallam őrződött meg egyházi népénekként. Próbálkozást én megcsináltam még, hogy párosütemben is, meg lassúban, meg frissben, hogy lehessen látni azt, hogy a régiek ezeket a dallamokat így használták. Mindenféle ütembe átértelmezték, nem csak egy formában, ahogy ma megszoktuk. Indulhat a zene. Egy tekerő lógafalon, de az sajnos már nem fog elsülni, viszont, de még az is lehet. Jó, akkor... Ez egy időkapszula a tekerő, mert a középkori zenét tartja magában, azt tudja csak játszani. Tehát egy tartott hang, egy dallam és a recsegő ritmus hozzá. Ez egy tipikus középkori zenekari felállás, úgyhogy régi zene az a javából. Hát valamit játszok rajta, de hát nem régi zenét, hanem egy... Széchi Margit verset fogok eljátszani. Virágzik, az én sűrű könnyeimtől elázik, lesz még az én arcom olyan virágos, lámpás szemem szerelemtől világos. Kakas 36-ot kiáltott, tagadhattok engem, édes barátok, gyöngeségtek nem veszem a szívemre, jó a világ, még nekem is jó benne. Se olaját, se díszes mező, címeremben, uram, uram, se pénz, se erő, de én hálok a világgal, s nem én velem ő, de én hálok a világgal, s nem én velem ő. Thank you.
Csebő Ferenc.